Köszöntöm a kedves nézőket! Sok a tévhit és a hiányos ismeret a cukorbetegségek kapcsolatban. A diabéteszről kérdezem vendégemet, dr. Havasi Anett, belgyógyász és diabetológust. Üdvözlöm! Üdvözlöm a kedves nézőket! Hát akkor kezdjük ott, hogy mi is az a cukorbetegség, mit nevezünk cukorbetegségnek, és annak milyen típusai vannak? A cukorbetegségről azt kell tudni, hogy a legfőbb problémája a cukorbetegeknek, hogy a szervezetbe kerülő szénhidrát típusú anyagokat nem képesek úgy feldolgozni, ahogy azt az egészséges emberek. A vérbe kerülő cukor, ahhoz, hogy a megfelelő szervekbe kerüljön, ahhoz az inzulin nevű hormon kellene, annak a hatása szükséges. A cukorbetegekben ez az inzulin hatás, ez valamilyen úton, módon nem érvényesül, vagy azért, mert nem tud a hatás érvényesülni, vagy azért, mert nincsen inzulin, és ebből adódik aztán a cukorbetegség összes tünete és szövődménye. A legfontosabb talán, hogy egy cukorbetegségben azon kívül, hogy nem jutnak a szervek cukorhoz, a vérben történő cukorfelhalmozódás miatt olyan előrehaladott érelmeszesedés jön létre, ami őket nagyon nagy kockázatú, nagyon nagy valószínűséggel viszi érbetegségek, infarktus, agyérgörcs felé. Mi maga az inzulin? Ez mi pontosan? Ezt? Az inzulin egy hormon, egy olyan hormon, amit a hasnyálmirigy sejtjei, bizonyos sejtcsoportjai termelnek, és a szerepe az elsődlegesen az, hogy a vérben, vérbe kerül, a bélből vérbe felszívódott cukrot, azt elvigye az izomba, a májba, hogy a májba elsősorban raktározza a cukrot a szervezet, az izomban pedig felhasználjuk izomműködés során. Az inzulin szerepe különösen lényeges az agy esetében, hiszen az agy a cukormolekulával dolgozik csak, míg a többi szervünk más típusú anyagokból is tud képes cukrot csinálni, az agyunk a cukrot tud csak felhasználni. Tehát az, hogy az inzulin működjön, az itt még fontosabb, mint más területen. Hogyan lehet egyébként felismerni a cukorbetegséget? Mi a tünetei, akár a kezdeti, vagy már az előre haladottabb? Hát ugye itt azért el kell különíteni, hogy vannak fiatalkori egyes típusú cukorbetegek, és vannak időskori kettes típusú cukorbetegek. A fiatalkori cukorbetegségnél a diagnózis, a betegség felismerése az sokkal egyszerűbb, hiszen nagyon, tehát az esetek nagy részében tünetekkel kezdődik a betegség. Nem fejlődik úgy a gyerek, vagy akár a kisbaba, mint ahogy kellene, fogyással nagy arányú, korábban jól fejlett gyerek erőteljes fogyásnak indul, erőteljes szomjúsági érzete lesz a gyereknek, vedel egész nap, nagyon sokat pisil, tehát ilyen markáns tünetekkel járhat a cukorbetegség a fiatalkori típusban. Az időskori típusnál egy kicsit nehezebb dolgunk van, és ez meghatározza az egész kezelést is, hogy kicsit később kerülnek felismerésre ezek a betegek, mint azt szeretnénk, mint kellene, hiszen gyakran ez a kettes típusú betegség nem hoz tüneteket. Tehát nagyon gyakran egy véletlen laborleletből ismerjük fel a cukorbetegséget. Ha mégis tünetekkel jár, ezek sokkal finomabbak, sokkal enyhébbek tudnak lenni, mint az egyes típusú betegségben. Ilyenekre kell gondolni, hogyha valakinek például elhúzódó sebgyógyulás van, nem igazán gyógyulgat a sebe, gyakran vannak gombás fertőzései, húgyuti fertőzései, akkor nagyon gyakran kell gondolni arra, hogy nézzünk egy cukrot, cukorbetegség irányába kell őt vizsgálni. Itt azért még egy fontos dolog van. A kettes típusú cukorbetegek, azok nagyon gyakran túlsúlyosak, ducik. Hogyha valaki nagyon elhízik, akkor a tünetek megjelenése nélkül is már előre gondolnunk kell arra, akár a házi orvos kollégának, főleg ha a családjában esetleg felmenő rokonain is volt cukorbetegség, akkor kell arra gondolni, hogy nem megvárva a tüneteket, megnézni neki egy vércukrot, vagy akár egy terhelést. Maga a cukorbetegség az örökölhető egyébként? Vannak benne örökletes tényezők, tehát ugye a cukorbetegséget ma civilizációs betegségnek hívjuk, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi étrendünk
a túlevésünk, a túltáplálkozás az mindenképpen szerepet játszik a kialakulásában, tehát az, hogy mikor jelenik meg egy cukorbetegség, most itt elsősorban inkább a kettes típusú cukorbetegségről beszélek, abban nagyon nagy szerepe van a környezeti tényezőnek, annak, hogy mennyit eszünk, mennyire hízunk el. De pont a kettes típusú cukorbetegség az, ahol jelentős örökletes tényezők is vannak, amik egy diabétesz hajlamot jelentenek. Bizonyos típusú génváltozatok, ha megvannak valakiben, akkor ő hajlamosabb lesz cukorbetegségre. Ehhez, ha hozzájön, hogy mondjuk 5-10 kilós elhízása is van, akkor ugye ez az elhízás ez mindig egy kulcspont a betegség kialakulásában, hiszen a zsírszövet anyagai, a zsírszövet az nem egy passzív szövet, mindig szoktam is mondani a betegeinknek, hanem ugye a zsírszövetben levő anyagok, azok az inzulin hatásával ellentétesen működnek, és ezáltal nem elsősorban elfogy az inzulinjuk, hanem nem hagyja őket hatni, és aztán később már ez okozza a magas vércukrot. Tehát valaki mondjuk sok cukros üdítőt fogyaszt, cukros ételeket, az mennyire befolyásolhatja, hogy kialakul a hajlam vagy maga a betegség? Ha valakinek van cukorbetegségre hajlama, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy mennyi cukros üdítőt iszik, vagy mennyi ilyen szénhidrátot vesz magához. Hiszen ugye a betegség kezdetén, itt megint mondom, hogy inkább a felnőttkori cukorbetegségről beszélek, most az egyébként a sokkal gyakoribb, a diabétesek 85%-a inkább a kettes típusúba tartozik, tehát talán ennek van felnőtt népességben nagyobb jelentősége. Tehát, hogy visszatérve, amikor valaki sok szénhidrátot eszik, akkor az nyilván a hajlamból hamarabb csinál cukorbetegséget, mint az, aki spórol a cukorral. Ugyanis a dolog úgy működik, hogy saját inzulin működés, saját inzulin hatás felnőttkori cukorbetegségben még van. De ugye, hogyha mi szépen egyszerre kisadag szénhidrát tartalmú ételeket viszünk be, akkor a saját inzulin működésünk az ezeket a pici kis vércukoremelkedéseket még le tudja dolgozni, képes ledolgozni. Akkor, amikor üdítőt nyakló nélkül iszunk, tortával, minden egyébben, akkor arra a hatalmas nagy szénhidrátbevitelre már a saját inzulin nem képes olyan fürgén és olyan erősen reagálni. Ilyenkor hamarabb megjelenik a vércukor eltérés. És mondjuk étkezésnél mire illő odafigyelni, ha már ez ugye tudott dolog, hogy van? Tehát azért ott a gyümölcsök jó része is cukros. Igen, tehát itt ebből kifolyólag, amit elmondtam, hogy tulajdonképpen egy felnőttkori cukorbetegség hogyan működik, hogy a saját inzulin még hat, de már nem annyira, ebből adódik, hogy a cukorbeteg diétának az egyik lényege, hogy takarékoskodjunk a cukorbevitellel, a saját inzulin szintünket legjobban kihasználva, tehát inkább többször kisebb mennyiségű szénhidrát bevitel történjen, és ez mindenképpen késlelteti a tartós vércukor emelkedés. És hát az sem mindegy, hogy tehát nem csak a mennyisége lényeges a szénhidrátnak, amit beviszünk, hanem hogy mennyire gyorsan okoz vércukor emelkedés. Tehát a diéta másik lényege, hogy inkább olyan ételeket részesítsünk előnyben, amelyeknek lassú vércukoremelő hatása van. A fehér kenyér, a kalács, a burgonya, a csokoládéfélék, ezeknek viszonylag gyors vércukoremelő hatásuk van, ezek inkább mellőzendők az étrendből. A teljes kiörlésű gabonák, a durumtészták, azok, a barna rizs, ezek még ha szénhidrát tekintetében terhelést jelentenek is, de nem akkorát, mert sokkal lassabb a vércukoremelő képességük. Megelőzhető-e, illetve miként lehet kezelni magát a cukorbetegséget? A megelőzésről részben már beszéltem is, tehát még egyszer kiemelve az nagyon fontos, hogy a megelőzésben, hogy valaki igenis tudatosan keresse azt, hogy van-e erre a betegségre hajlama, hogyan lehet keresni, rém egyszerű. Van egy vércukor hajlamot, valószínűséget becslő kérdőív, ami elérhető interneten, nagyon sok helyen már letölthető. Ez egy egyszerű 12 kérdésből álló kérdőív, hogyha ezt valaki kitölti, nagyon egyszerű kérdések vannak benne, akkor kap egy pontértéket. Hogyha ez a pontérték egy bizonyos számot meghalad, akkor őnek nagy kockázata van cukorbetegségre. Akkor érdemes tünetmentes állapotban is vércukrot nézni, cukorterheléses vizsgálatot csinálni, illetve ezeket a vércukor értékeket követni időről időre, évről évre. Tehát ez már a megelőzés egyik eleme. Ezen kívül mindenképpen érdemes, akinek erre hajlama van, odafigyelni, amit elmondtam, az étkezésre.
Tulajdonképpen ez a normál étrend részeként is vehető, hogy ne egyszerre sok szénhidrátot tegyünk, és próbáljunk spórolni ezekkel a szénhidrátokkal, hogy ne emelkedjen meg egyszerre a vércukor. Illetve még ami nagyon fontos, hogy az elhízásnak döntő szerepe van, ahogy említettem, ebben a betegségben, a felnőttkori típusban. Tehát az elhízástól megtartó, tehát annak az elkerülés, hogy az ember elhízzon, az alapvetően véd a betegség ellen, illetve késlelteti annak kialakulását. Tehát itt mindenképpen a mozgás, és minden, a diéta mellett a mozgás az nem kerülhető el, mert normál testsúly csak úgy tudjuk megtartani. Egyébként sokan nem fordulnak időben az orvoshoz, nem tudom, nem foglalkoznak a tünetekkel, vagy mi az oka, hogy nem tűnik fel nekik, tájékozatlanok, vagy mi azok? Itt ugye két dolog van, az egyik, amit mondtam, hogy nem olyan könnyű ezeket a tüneteket a cukorbetegség számlájára írni. Nem olyan könnyű felismerni, hogy ez akár az is lehet laikusként, hiszen ezek általános tünetek. Akár a szomjúságérzést, amit mondjuk egy magas vércukor okoz, vagy az, hogy túl sokszor kell kimenni pisilni. Hát egy prostatabetegség is csinál olyat, hogy éjszaka többször kell felkelni. Vagy akár egy nehezebben gyógyuló seb. Nem biztos, hogy egyből mindenkinek annyira ez feltűnik. Tehát nyilvánvalóan ezek nem biztos, hogy olyan markáns tünetek. De ha még valakinek fel is tűnne, hogy problémája van, amikor felmerül valakibe, hogy cukorbeteg, mondjuk tünetmentesen 6,5-ös vércukrot mérünk éjgyomorra, egy véletlen leleten, és valaki megjegyzi neki, hogy picit magas a cukra, oda kell rá figyelni, akkor ez a beteg nem akar cukorbeteg lenni. A lelke mélyén nem akarja ezt magában tudatosítani feltétlenül, mert a cukorbetegség az összekötődik a betegekben azzal a fogalommal, hogy inzulinkezelés. És az inzulinkezelés az a betegek számára egy mumus. Tehát nyilvánvaló az egyik kérdésében szerepelt is, nem jutottunk el odáig, hogy hogyan kezelhető a cukorbetegség. Megelőzés szempontjait elmondtam, a kezelés az diétából, mozgásból és gyógyszeres kezelésből áll. A gyógyszeres kezelés egyik része, amikor még enyhébb cukoremelkedés van, tablettás kezelés, ez ugye az időskori cukorbetegségre vonatkozik, mert a fiatalkori betegség egyértelmű kezelési módja az inzulin, tehát az egyes típusú betegek csak inzulint kaphatnak, viszont a felnőttkori cukorbetegek kezdetben a diéta és a mozgás mellett gyógyszert szednek, és a későbbiekben, hogyha ez nem elég, akkor kapnak inzulint fokozatos bevezetés mellett. De egy beteg, amikor felsejlik számára, hogy ő cukorbeteg, akkor ettől menekül, ettől a gondolattól nagyon nehéz és időbe telik elfogadtatni, mert azért gondoljuk bele, hogy ez egy életre rányomja a bélyegét az ő ezen túli mindennapjaira, hiszen a diéta az alapvetően meghatározó egész életére, illetve mindig ott van benne a félsz az inzulinkezeléstől való félelem. Azért időnként most, hogy ez említve lett, felröppen egy-egy hír, hogy hogyan lehet gyógyítani a cukorbetegséget. Mi az igazság ebből? Mire gondol pontosan? Melyik pletykákra? Hát most nem tudom az úr nevét, több könyvet is megjelentetett, és ő váltig állítja, hogy már pedig a cukorbetegség gyógyítható. Azt szoktuk mondani a betegeknek, mert a tudomány jelenlegi állása alapján ez az, ami bizonyított, hogy a betegség eredendően nem gyógyítható 100%-ig, kezelhető a betegség. Tehát a betegség oka nem szüntethető meg. Vannak bizonyos helyzetek, ugye amikor mondjuk egy kettes típusú cukorbetegségben egy elinduló vércukoremelkedés van, tehát még azt mondjuk, hogy nem ért el a cukorbetegség szintjét a cukoremelkedés, csak egy picit mondjuk 6 és 7 között van az éjgyomri vércukor, akkor még azzal, hogyha lefogy a beteg 5 kilót, 10 kilót, jelentősen ebben a fázisban visszább csökkenhetnek a vércukorértékek, tehát a betegség kifejlődése, amikortól azt mondjuk, hogy cukorbetegség, az késleltethető, de egy kialakult cukorbetegségben, amikor mondja a hét fölötti az éjgyomri vércukor, akkor már azt kell elgondolni, hogy az inzulin termelő sejteknek gyakorlatilag a fele az nem tud működni úgy, ahogy kellene. Tehát ott azért már olyan károsodás van, ami teljes mértékben nem fordítható vissza. Viszont nagyon jól kezelhető, és itt még egyszer kihangsúlyozom, mert hogy ez jöjjön ki a beszélgetésünkből, aztán a legfontosabb üzenetnek tartom. Egy cukorbetegségben nem az a legnagyobb baj, hogy magas a vércukor. Egy cukorbetegségben az a legnagyobb baj, hogy ez a magas vércukor tönkreteszi az egész érrendszert,
és ezáltal olyan gyorsan, sokkal gyorsabban viszi el a beteget egy halálos szövődményhez, mint mondjuk egy nem cukorbeteget, ugyanaz az érelmeszesedés. Tehát egy felgyorsult érelmeszesedés van, ami 3-5-ször több infarktust okoz ezeknek a cukorbetegeknek, mint a normál népességben, illetve agyérgörcsöt, bénulást, illetve a veselégtelenség, vakság veszélye is nagyobb. Tehát ez az, amiért kell kezelni főképpen. Igen, ezt akartam kérdezni, milyen egyéb problémákat, szövődményeket okozhat a cukorbetegség kialakulása, pláne ha nem figyel oda az illető. Tehát ugye a legfontosabb szövődmények a szívérendszeri szövődmények, szívinfarktus, a rosszul kezelt cukorban ritmuszavarok is gyakrabban fordulhatnak elő, a szélütés, az agyér erek elzáródása miatt, az igen gyakori, tehát lebénulás, beszédzavar, akár tartós fogyatékossággal járó bénulások is lehetnek, vagy agyérgörcsök is lehetnek. És ezen kívül, ami talán kevésbé markáns, és kevésbé ijeszti meg a beteget először, de évtizedek alatt igazából nyomorba dönt, a szem és a vese szövődmények, illetve a kísér szövődmények a lábakban. Ugye a szem tekintetében azok az apró pici érek, ha elzáródnak, akkor ott azért bevérzések, látászavar jöhet létre, a végén leválhat az a szemnek a belhártyája, tehát gyakorlatilag teljes vaksághoz vezető károsodások lehetnek. Időben felismerve és jól beállítva a vércukrot, és ezt szeretném hangsúlyozni a szövődmények tekintetében, minél jobban be van állítva egy vércukor, annál jobban késleltethetők ezek a szövődmények, illetve annál jobban kivéthetők. Főképpen a szem és a vese szövődményekre ez mindenképpen igaz. Ugye a vese tekintetében pedig egy 10-15 éves fennállás esetén már veseelégtelenséggel is, már akár művesekezelést igénylő veseelégtelenséggel is lehet számolni. Egy ilyen inzulinkezelés az hogyan hat, illetve hogyan működik, hogy kell ezt végezni? Hát ugye az inzulinkezelésnek viszonylag sok formája van. Hál' Istennek most már hazánkban is nagyon jó, tiszta készítmények állnak rendelkezésre, illetve olyan hatástart, több fajta hatástartamú készítmény, amivel egyénre szabottan lehet beállítani azt, hogy valakinek milyen legyen a vércukorszintje. Az nagyon fontos, hogy az inzulinnak a választása az mindig egyéni. Tehát, hogyha a szomszédasszony kétszeri inzulinkezelést kap, akkor nem biztos, hogyha én elmegyek a cukorbeteg gondozóba, én is biztos, nekem is az lesz a megfelelő. Tehát ennyire talán kevés betegség van, amit egyénre szabottan lehet kezelni. Az első legfontosabb dolog, hogy az inzulinkezelés bevezetése az akkor, vagy amikor az bevezetésre kerül, akkor a beteg onnantól kezdve sokkal jobban kell, hogy észlelje magát. Nagyon fontos a kezelésben, hogy ő maga tudjon vércukrot mérni, ő maga kellő információval rendelkezzen arról, hogy milyenek a különböző napszakokban a cukorszintjei. Mert az inzulinkezelés az soha nem egy ilyen irányított vezérelt dolog, hogy megmondja a doktor, hogy reggel ennyi egység, délben ennyi egység, este ennyi egység. Akkor tudjuk szépen és jól követni a természetrendjét, és a természeteshez hasonló vércukorszinteket csinálni egy betegbe, beállítani egy betegbe, hogyha az aktuális igényeihez, az aktuális vércukorszintjéhez, sportjához, étrendjéhez igazítja ő maga, előzetes tanítás után az inzulin kezelését. Az a beteg tudja magát jól kezelni, aki hozzámer nyúlni hozzáértően a saját inzulin kezeléséhez. Egyébként ezek a gyógyszerek, meg egyéb segédeszközök, ezek mennyire támogatottak? Tehát olcsók, drágák, tehát nehéz hozzájuk jutni. A gyógyszerek elég széles palettája áll a rendelkezésünkre. Ezek nagy része TB támogatott, különböző mértékben a TB támogatást kapnak hozzá a betegek. Ezeknek megvan a megfelelő szabályrendszer, amit nyilván az orvosnak kell tudni, hogy melyik mennyire támogatott. Ezt meg is szoktuk beszélni a betegekkel, hiszen egy kezelés nem lehet jó akkor, ha csak szerintem jó szakmailag, de a beteg valamilyen oknál vagy mellékhatás miatt, vagy a támogatottság szintje miatt, az ára miatt nem tudja megvenni, és nem alkalmaz a tartósan. Ezzel kapcsolatosan fontos azt megjegyezni, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a betegek azok merjék elmondani a doktoruknak, ha valamelyik gyógyszerrel valamilyen problémájuk van, mert igazából azért soha nem harapták le senkinek a fejét, hogy ő nem tudott megvenni egy típusú gyógyszert, vagy valamilyen mellékhatása van, de ha tudunk róla, akkor
próbálunk elől a palettáról olyat választani, amit hosszú távon tud szedni és hatásos. Sokat tévhit a cukorbetegséggel kapcsolatban. Lehetne egy-kettőt így kiemelni, hogy melyik a leggyakoribb? Hát az, ugye az egyikről már beszéltünk, a gyógyíthatóság, hogy gyógyítható vagy nem gyógyítható. A másik talán, amit most így előhoznék, mert nagyon sok vagy több megkeresés érkezik hozzánk emiatt, hogy a paleolit diéta és a cukorbeteg diéta tekintetében mondjuk el a véleményünket, hogy ugye egyes Facebookos vagy bármilyen más internetes honlapon sok olyan információ megjelenik, hogy a paleolit diéta az a cukorbetegségben abszolút kezelési alternatívája az inzulin kezelésnek. Azért ezt a példát emeltem ki, mert amennyiben ezt a hatékony és bizonyított kezelés helyet használjuk, ezzel nagy bajt is tudunk csinálni. Tehát egy olyan beteg történetesen, aki mondjuk 27 éves egyes típusú cukorbeteg, vagy mondjuk 25 éves korában kiderül egy cukorbetegség, egyes típusú cukorbetegségnek osztályozzuk, és azt mondjuk, hogy ennek a kezelése a diéta és az inzulin kezelés. Ha ehelyett egy beteg az általunk elmondott cukorbeteg diéta helyett elkezdi a paleolit diétát, és azt mondja, hogy mivel ez neki jó lesz, mivel a paleolit diéta lényegeként, egyik lényegeként ugye a szénhidrát csökkentett diéta, vagy céder csökkentését mondják, vagy ezt tűzik ki célul ez a paleolit diéta, hogyha ez a beteg abban a hitben ringatja magát, hogy ezzel az ő betegsége karbantartató és nem ad inzulin, akkor akár nagyon súlyos inzulinhiányos állapothoz is tud, vagy ez nagyon súlyos inzulinhiányos állapothoz is tud vezetni. Illetve még egy dolgot el kell mondani. A paleolit diéta egy napjában, én ahogy itt utána néztem, nagyon sokszor még az a minimális szénhidrát mennyiség sincs benne, amennyi mondjuk egy felnőtt szervezetnek a napi anyagcseréhez, a napi működéshez kell. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a cukorbeteg diéta az nem teljesen szénhidrátmentes diétát jelent. Tehát egy 130-140 g szénhidrát tartalomra szervezetnek minimum szüksége van ahhoz, például, ahogy említettem, az agy jól tudjon működni, vagy az izmok, vagy a szervek. Akkor tehát, ezzel hogy, lehet érni egy olyan állapotot is, rosszul hogy, lesz az illetővel sokkos állapotban? Hát, hogy egy, nem is soknak nevezném, de minden esetre az a szervezet éhezési állapota ilyen szempontból. Minden tekintetben azt emeljük ki, hogy a paleolit diéta az nem tudja helyettesíteni az inzulin kezelést. Egy külső szemlélő. Hogyha valakit lát egy rosszul léttel küszködni, tehát ki lehet ezt, vagy meg lehet állapítani, hogy valaki mondjuk ő cukorbeteg, aki rosszul van, vagy... Ennek nagyon örülök, hogy ezt így megkérdeztem, mert ez egy nagyon életszerű dolog, strandon vagy utcán, akárhol találhatunk olyan beteget, aki rosszul van. Magyarországon ennek nincs annyira kultúrája, hogy oktassák az átlag népességet arra, hogy mit kell csinálni sürgősségi helyzetben. De mindenképpen azt tudni kell, hogy a cukorbetegeknek oktatjuk, hogy legyen náluk egy olyan megkülönböztető jelzés, ez egy kis kártya, úgy kell elképzelni, mint egy névjegykártyát, amin az van rajta az ő személyes adatai, és hogy ő cukorbeteg, akár még az is rá lehet írva hátuljáról, hogy mit használ, milyen gyógyszerei vannak. Tehát egyfelől, ha valaki rosszul van, ugye nincs nálunk mérőműszer, honnan gondolnánk, hogy éppen amiatt van rosszul, azért érdemes átnézni, hogy van-e nála ilyen cukorbetegségre utaló kártya. Ha nincs, akkor is lehet nála inzulintól. Tehát érdemes ilyen népességi, lakossági fórumokon, egészségnapokon azért érdemes oda menni a pulthoz, hogy lásson az ember egyszer egy vércukormérőt, vagy egy inzulinbeadó tollat, csak azért, hogyha valaki rosszul van az utcán, és mondjuk megnézi a kabát zsebét, és lát egy olyan készülőket, akkor tudja, hogy ez nem titkos ügynök fegyver vagy, hanem egyáltalán, hogy lehet, hogy ez az ember inzulinos cukorbeteg, lehet, hogy merüljön föl benne, mert akkor már egyből ugye jobban állunk. Nyilván, hogyha egy beteg eszméletlen, akkor azzal nem érdemes próbálkozni, hogy üdítőitalt, illetve szőlőcukrot tömködni a szájában, leginkább hívni kell a mentőt. És szőlőcukrot akkor... Hát eszméletlen betegbe semmit ne tömködjünk, mert azzal nem biztos, hogy használunk. Mi a helyzet azzal, mert szerintem azért pont az informálatlanság véget, hogy mondjuk valaki a tű miatt esetleg drogosnak nézi az illetőt, és mondjuk azt gondolja, hogy...
Tehát én szerintem azért biztos előfordult már ilyen eset is. Hát ugye ezek az injekciós tők, azt el kell mondani, hogy ezek ugye nem az a típus injekciós tő, amit a drogosok használnak. Régen egy hagyományos, vagy egy picikét talán keskenyebb fecskendő és tő volt az inzulin beadáshoz. Ma ezek eléggé jól felismerhető céleszközök, ezek az inzulin beadó tollak. Úgy néz ki, tényleg úgy is hívják, hogy pen, úgy néz ki, mint egy toll, és a végén van egy nagyon pici kis tű, tehát, és látszik rajta tulajdonképpen az oldalán az a patron felirat, hogy az inzulin valamilyen szinten, tehát hogy abszolút felismerhető. Hogy nem egy fecskendőt és egy tút kell elképzelni, amit egy beteg visel, hanem egy speciális beadókészüléket, amiről azért úgy feltűnik. Tokja van általában, vagy magán a patronon rá van írva, hogy ez milyen készítmény. Ételekről meg azért mozgásra is beszéltünk egy picit. Diabéteszesek esetében túlzásba lehet vinni a sportot, vagy bármennyit sportolhat egy cukorbeteg? Ez hogy működik? Tehát egyet kell tudni, a sport, a diabétesz egyik terápiás eszköze a három közül. Ugye volt egy nagyon híres amerikai diabetológus, aki a diabétesz terápiájának három alapkövét különböztette meg, a mozgás, a diéta és a gyógyszer, ami ugye inzulin vagy gyógyszer. Most a mozgás itt mindenképpen azt jelenti, hogy egy cukorbeteg életében mozgás nélkül jó anyagcserét csinálni nem nagyon lehet, mert ugye a diéta az egy dolog, de ahogy ugye az élet halad, korosodunk, testesedünk, a testsúly emelkedés, testsúly növekedés nem fogjuk tudni megállítani testmozgás nélkül, illetve magában a testsúlytól függetlenül is azt kell tudnunk, hogy a mozgás, a sport az olyan anyagcsere folyamatokat tud elindítani a szervezetben, már pici sejtszinten, mikor még egy dekát nem fogytunk, a mozgásnál az anyagcserénk javul a vérkeringése a szerveknek, ezáltal könnyebben jut el a cukor az izmokba, a különböző szervekbe, tehát javítja az anyagcserénket, javítja a cukor hasznosulását, és a cukor-zsír átalakulást is megváltoztatja a szervezetbe, tehát sport nélkül nincsen jó cukorbetegkezelés. Az, hogy túlzásból lehet-e vinni, tehát a sportot egy cukorbetegnek mindenképpen úgy érdemes végezni, hogy arról beszél a diabetológusával, megbeszélik azt, hogy neki mit szabad, mennyit érdemes, illetve pontosan hogyan kell a vércukor ellenőrzést csinálni, hogy a sport ne legyen veszélyes. Hasznosnak mindenképpen hasznos. Egyet kell tudni, sport során a sport idejével párhuzamosan, tehát a minél hosszabb ideig végezzük, annál inkább érvényesül ez. A sportnak alapvetően cukorcsökkentő hatása van, nem csak hosszú távon, hanem már ott az edzés alatt is cukorcsökkentő hatása van. Az egyetlen komoly veszély az lehet, hogyha utánpótlás nem kap a szervezet szénhidrátból, viszont a mozgás mennyiség az nagy és hosszas, akkor vércukoresés következhet be. Ennek a vércukoresésnek a tüneteit illik minél jobban, minél hamarabb észrevenni egy sportolónak, illetve minél inkább fel kell arra készülni, kitapasztalni a saját szervezetének a reakcióit, hogy ne jusson el tünetekig, hanem tudja, hogy egy sport során mikor kell mérni, ha ennyit mér, mennyi inzulin kell előtte, mennyi szénhidrát kell előtte, meccs közben, sport közben, milyen gyakran mérjen, milyen gyakran pótoljon szénhidrátot. Ezt, aki rendszeresen sportol, saját maga meg tudja tanulni így az orvosi segítséggel, ahogy összeegyeztetik, hogy na ez most sok volt, kevés volt, máskor többet, mikor egyek. Ezt szépen meg lehet tanulni. Semmiképp sem gondolom azt, hogy egy sportoló, vagy hogy egy cukorbeteg azért ne sportoljon, mert attól fél, hogy ott rosszul léte lesz a cukorbetegség miatt. Koruk egyik fő problémája a stressz is. Ez mennyire befolyásolja a cukorbetegséget? Mennyire hat rá? A stressz az alapvetően akut helyzetben az egy olyan hatás a szervezetnek, mint hogyha egy cukorterhelést végeznénk. Tehát olyan, mint hogyha egy adag cukrot bedobnánk a szervezetbe, hiszen a stressz során ugye ismerjük ezt a sejeféle vészreakciót, adrenalin típusú anyagok, tehát olyan típusú anyagok szabadulnak fel a szervezetben,
amik a szimpatikus idegrendszerünket így izgatják, aktiválják, és ez alapvetően cukoremelő hatású. Tehát ez cukrot, mobilizált cukrot szed össze a szervezetből, úgyhogy a vércukrot biztosítja, hogy mindig készenlétben legyünk, és ugrásra készen. Most ennek következtében a stressz az mindenképpen vércukoremelő, tehát ellentétes az inzulin hatással. Ha valaki állandóan stresszes, akkor nyilván ott egy nagyobb adagú belső inzulin termelést tudja csak azt biztosítani, hogy ezt az állandóan emelkedni akaró vércukrot ezt szépen lecsillapítsa. Ez nagyon jól látszik például, én sportolókkal is dolgozom, és focistáknál is nagyon jól látszik, hogy amielőtt tétmeccsre készülnek és izgalomban vannak, mert készülnek erre a meccsre, akkor ott már az az izgalmi stressz tényező, ez viszi fel a vércukrukat, miközben ugyanannyi adag reggelivel és ugyanannyi adag inzulinnal abban a napszakban teljesen jó volt előtt a vércukruk. Tehát ez nagyon szépen látszik a gyakorlatban, a stressz hatás. Mi az a prediabetes? Ezt érintőlegesen már említettem, ezt most ki is hangsúlyozzuk akkor. Tehát van, amikor, tehát egy cukorbetegséget azt úgy kell elképzelni, nem úgy, hogy eddig nem voltam, most meg innentől cukorbeteg vagyok, hanem ugye ezek az inzulin hatás, ahogy hízik az ember, ahogy ez a hajlam, ami genetikailag esetleg benne van, jobban érvényesül, egyre kevesebb az inzulin hatás. Még van inzulin, de már kevesebb a hatása, akkor azért, hogy mégiscsak ledolgozza a szervezet a vércukrot, még megpróbál több inzulint bedobni, azt egy idő után kimerülnek ezek az inzulin raktárak, és ezzel párhuzamosan egyre jobban kúszik föl a vércukor, de ez egy folyamat, ez több év, mire ez így lezajlik. És hogy kúszik föl a vércukor, hogyha valakinek már a normál égyomri 6-os érték fölött van a cukra, de még ugye nincs 7 fölött, ami az a bűvös diabéteses határ, akkor abban a zónában azt mondjuk egy ilyen 6 és 7 közötti vércukor, hogy na, itt már kezdődik valamilyen szénhidrát anyagcserezavar, ami diabétesz felé visz, de még itt még nem beszélhetünk kifejlett betegségről. Tulajdonképpen ez valahol egy mesterségesen képzett fogalom az ember által, ez a prédiabétesz, tehát egy diabétesz előtti időszak, ami már fokozottabb érrendszeri kockázattal jár. Tehát úgy húzták meg ezt a határt, azért a 6-nál húzták meg, Amerikában az 5,6-nál egyébként, azért itt húzták meg a határt mesterségesen, mert azt lemérték utólagos statisztikákból, hogy ez az az érték, ami fölött már a szívérrendszeri kockázat emelkedik. Olvastam nemrégiben ilyet, hogy mesterséges hasnyálmirigye kísérleteznek, nem tudom ez milyen stádiumban van, milyennek a realitása, illetve az orvostudomány, a jövő orvostudománya mit hozhat, milyen újdonságokat diabétesz gyógyításban. Ez a mesterséges hasnyálmirigy így egy olyan nagyon szép fogalomnak tűnik, nincs annyira messze, mint amennyire ilyen sztifinek tűnik kimondásra. Ugye az lenne a mesterséges hasnyálmirigy lényege, hogy az adott mindenkori vércukor értékről egy visszacsatolást adjon az inzulinadó készüléknek, tehát magyarul ne egy vezérlés legyen az inzulinadás, ahogy most történik, hanem egy szabályozás, tehát az aktuális vércukor érték is beleszóljon abba, hogy én az elkövetkezendő időben mennyi inzulint adok be, vagy kapok a készüléktől, a számítógéptől. Még nem valósult meg ez a teljesen visszacsatolásos rendszer, de már vannak olyan készülékek, amik egészen megközelítik, vagy legalábbis ezt az elvet már tudják. Éppen véletlen folyamán tegnap előtt találkoztam olyan egyes típusú cukorbeteggel, aki egy olyan inzulinpumpa készüléket viselt. Az inzulinpumpa, erre nem tértünk ki, hogy az inzulint nem csak tollal, nem csak egy tűvel tudjuk beadni, hanem vannak olyan számítógéppel felszerelt készülékek, olyan, mint egy kicsi mobiltelefon, ami ide van a hasára rögzítve a betegnek, ami egy picike műanyag kanülön keresztül, a hasbőre alá szúrt műanyag tűn keresztül adagolja neki az inzulint, előre beállított ráta, előre beállított tempó szerint. És ma már léteznek olyan vércuk, vagy olyan pumpakészülékek, amelyek együtt dolgoznak egy vércukor érzékelő rendszerrel, és hogyha ez a vércukor érzékelő olyan értékeket mutat, hogy előrevetíti, hogy valószínűleg az elkövetkezendő időben alacsony vércukortartományba fog kerülni a cukor, akkor egy bizonyos időre előre beállított paraméterek alapján egy bizonyos időre felfüggeszti az inzulinadást.
Ez a készülék Magyarországon is nem sokára forgalomba fog kerülni, tehát ez már azért megközelíti azt, amit mi szeretnénk. Ugye a mesterséges pankrász az azt jelenteni, hogy abszolút szépen be tudja szabályozni. Most ennyi a cukor, ennyit eszek, ennyit adok. Ez még nem tartott, de már nagyon-nagyon hasonlít hozzá. Illetve azt el kell azért mondjam, hogy ha már itt a Veszprémhez közeli tévében beszélek erről, hogy a Veszprémi Egyetemnek van egy orvosinformatikai kara, foglalkoznak olyan szoftverek fejlesztésével itt Veszprémben, ahol a cukorbetegek számára egy ilyen androidos rendszerű naplózó rendszert fejlesztettek. Ez részben már piacra dobás előtt is áll. Egy ilyen tabletet, vagy akár egy mobiltelefonra is rátehető ez a szoftver. Olyat kell elképzelni, amiben az inzulinadást, a sport mennyiségét, a diétát be lehet vinni érintőképernyős bevitellel, előre választható menükkel. És az a nagyon jó ebben a programban, hogy a fejlesztés abba az irányba is halad, hogy próbáljanak a rendelkezésre álló adatokból előrejelezni egy pár órára, hogy van-e valószínűsége a vércukor esésnek, vagyis meg kell-e változtatni az előre eltervezett inzulinbeadási tervet. Azért ez egy nagyon nagy dolog, ha már ilyen segítséget tudunk nyújtani a cukorbetegeknek. Hát akkor azért szerint jók a kilátások így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.